Sziasztok, én Zoárd vagyok, ez pedig itt a The Sportaholic. Ezúttal egy különlegesebb videóval készültem nektek, amelyben összefoglalom, mit gondolok a sportról, az edzésről, mi a célom ezzel az egésszel, milyen szerepet tölt be az életemben, illetve mit tanultam én a sport segítségével és a sportolás kárán. Lássuk a sport és az edzés 100 szabályát. Sportban nincsenek ellenségek, csak ellenfelek. Ne legyőzni akarjuk a riválisunkat, hanem felülmúlni. Igazából a legjobb az, ha önmagunkat múljuk felül. A sportban az öröm, a boldogság mindig jóval erősebb motiváció, mint a szomorúság és a harag. Ha sikeres akarsz lenni a sportban, időről időre feszegetned kell a határaid, át kell lépned őket. Áldozat, fájdalom, szenvedés nélkül nincs eredmény. Az edzés során a minőség mindig sokkal-sokkal fontosabb, mint a mennyiség. Csak mértékkel. Ha nem vagy hivatásszerű élsportoló, nem a sportból fogsz megélni. Nem szabad, hogy az edzés tehernek érezd. Élvezd, amit csinálsz. Akkor csinálod jól, ha a szórakozás egálban van a munkával. A pihenés a sport szerves része. Ha már tehernek érzed az edzést, tarts egy kis szünetet. A túledzettség egy létező jelenség. Az edzés néha sokkal többet árt, mint segít. Mindig légy motivált. Motiváció nélkül nem fogsz előre jutni. Motivációt rengeteg forrásból szerezhetsz. Filmekből, zenékből, a barátodtól, barátnőttől, egy álom megálmodásából és az ahhoz tartozó cél kitűzéséből. Legyen egy álmod, legyen egy célod. Míg a motiváció a benzin, ez lesz a motorod. Ha tele van a fejed álmokkal, nem marad helye a kételynek. Az idő múltával nem is azt bánjuk igazán, amit megtettünk, hanem azt, amit nem tettünk meg. Ha van egy célod, vágj bele. Minden egyes megtett lépés egy hatalmas lépés a célok felé. De mit sem érnek a célok, ha nem éled meg a jelen pillanatait, élményeit. Sose a múltra koncentrálj, csak is a jelenre és a jövőre. Nem vagyunk egyformák. Ne máshoz hasonlíts magad, csak is a tegnapi önmagadhoz. Légy tisztában a képességeiddel és az igényeiddel, és ehhez igazítsd az edzésed. Légy tisztelettel nem csak mások, de saját magad iránt is. Az edzés ingyenes. Bárhol, bármikor tudsz edzeni. Nincs kifogás. Az éjjeli edzés jó poém, de rohadtul fárasztó. A megfelelő mennyiségű és minőségű sportolás az egészséges élet alapköve. A sport az élet számos területén kamatoztatható. Megtanít áldozatot hozni, együttműködni, küzdeni és kitartónak lenni. A sport segít a megfelelő értékrend kialakításában, egészséges magabiztosságot nyújt. A sportnak remek közösségteremtő ereje van, összehoz másokkal. Bár néha jó egyedül, az edzésben sokat segít egy társ. Hidd el, a siker is sokkal édesebb, ha megoszthatod valakivel. Az edzés orvosság. A depresszió, a szorongás, a stressz, az idegesség ellenszere. Kiváltképp igaz ez a természetben való edzésre. Az edzés segít a szomorúság és az egyedüllét felettetésében, de nem oldja meg ezeket, ahogy más problémát sem. Állj a sarkadra, és tedd, amit tenned kell. Sose hagyd, hogy az edzés tartósan a boldogságod, a szociális életed, a párkapcsolatod, vagy akár a tanulás a munka rovására menjen. Van egyensúly, ezt kell megtalálni. Az érme másik oldala is fontos. A sport jótékony hatással lehet például a tanulásra. Épp testben, épp lélek. A sport stílus teremt. Sportosnak, atletikusnak lenni vonzó. Attól, hogy sportos vagy, még lehetsz elegáns is. A kettő nem zárja ki egymást. Ha eredményes akarsz lenni a sportban, oda kell figyelned a táplálkozásra is, de így sem kell túlzásokba esni. A táplálkozás terén is fontos az egyensúly. Néha engedni kell a csábításnak. Ne vágj bele eszetlenül az edzésbe. Tájékozódj interneten, blogokon, személyedzőknél, lexikonokban, szakkönyvekben. Pezsegjen akármilyen drága táplálék kiegészítő a kulacsodban, mindig is a víz lesz a legjobb barátod. A táplálék kiegészítők nem csodaszerek, munkanélkül nem leszel tőlük izmos. Táplálék kiegészítő nem egyenlő a szteroiddal. Tájékozódj, mielőtt ítélkezel. Attól, hogy valaki jól néz ki, nem kokszol szükségszerűen. Attól, hogy valaki élsportoló, még nem világtalan. Fontos tisztában lenni azzal, hogy mindenkinek más-más fizikum tetszik, és más tart soknak. Tartsuk tiszteletben egymás véleményét. Sose kényszerítsd rá a véleményed, nézeted másokra. De azért nem árt tisztázni. Ez esztétikus,
Ez pedig egy mutáns szőlőfürt. A kitartás és a szorgalom sokkal többet ér, mint bármilyen injekció. Mindenki azt akarja, hogy a munkájának eredménye legyen. Hogy végig kísérhessd a fejlődésed, vezess edzésnaplót. Még mielőtt nekiállsz edzeni, dolgozz ki az edzésterved, étrended. Amennyi energiát beleteszel az edzésbe, annyit is veszel ki. Ilyen vagy olyan formában, de megtérül a munkád. A szótár az egyetlen hely, ahol az eredmény megelőzi a munkát. Azonban a befektetett munka ritkán egyenesen arányos az eredménnyel. Mindig lesznek célok, amiket elérsz, de sosem leszel és lehetsz 100%-osan elégedett magaddal. A tested a legnagyszerűbb eszköz, ami valaha is a birtokodban lesz. Ha a testedről van szó, sosem a kiló számít, sokkal inkább a kinézet az, hogy jól érezd magad a bőrödben. A sport alapja a tisztelet és az alázat. Ha bárkit megszólsz amiatt, mert izzad edzésen, a legsúlyosabb szabálysértést követed el. Aki tisztességesen edz, az mindig elfárad. Aki egy kevésbé esztétikus fizikumú, hova tovább túlsúlyos szemére mutogat rosszalúan a teremben vagy a pályán, a leges-leges legsúlyosabb szabálysértést követi el. A versenyzés, versengés remek dolog. Rendkívül kedvezően hat a személyiség fejlődésére. Nem baj, ha izgulsz a versenyek során. Az izgalom, izgatottság doppingszer. Ennek ellenére sose görcsöl túl. Keep it light, csak lazán. A stressz az egyik legnagyobb méreg, kihat az izomzat fejlődésére is. Messziről kerüld el. Szurkolni jó, de fontos, a sajátunknak szurkoljunk, nem mások ellen. A sportban nincs vesztes. A sportban mindenki egyenlő. A vereségből többet tanulhatsz, mint a győzelemből. Az igazi dicsőség azé, aki a kudarc után is fel tud állni. Sírni csak a győztesnek szabad. Csak akkor akarj felmászni a csúcsra, ha a lefelé vezető utat is kibírod. Majdnem minden fejben dől el. Fontos, hogy ott toppon légy. Töröld ki a felesleges gondolatokat. Mindig hinned kell magadban. Sokkal erősebb vagy, mint azt képzelnéd. Akár azt hiszed, hogy képes vagy rá, akár az, hogy nem, igazad lesz. A különbség a között, amit megteszünk és amire képesek lennénk, megváltoztatná a világot. A lehetetlen a legfölöslegesebb szó a szótárban. A sport felfrissít. Segít beindítani a napod reggel, vagy abban, hogy úgy aludj esténként, mint a bunda. Edzeni, sportosnak lenni menő. A spártaiak is edzettek, és a spártaiak menők. A mozgás nagyszerű dolog. Te ott, ha eddig csak a PS mögül figyelted a világot, tessék lemenni az udvarra bujócska fogócskázni. A lustaság az egyik legveszélyesebb ismert emberi betegség. Ne kapd el. A jó fizikum szent háromsága, elegendő mennyiségű alvás, megfelelő táplálkozás, kemény edzés. Az izomláz a barátod. Azt mutatja, keményen dolgoztál. A nyújtás és a bemelegítés nagyon-nagyon fontos. Vedd komolyan. A kötött izomzat maradandó sérüléseket eredményezhet. Az egészséges izomzat érdekében változatos testmozgás végez. Súlyzóz, fuss, úsz, bicikliz, mász, focizz a haverokkal, és így tovább. A zene nagyon sokat segít az edzésben. Jól válaszd meg, milyen zenéket hallgatsz. A genetika igenis sokat számít, de nem szabad, hogy ez bármire is kifogás legyen. A sport kimeríti a szervezetet. Fontos, hogy pótoljuk a vitaminokat, ásványanyagokat, nyomelemeket. Mindannyian emberből vagyunk. Nem nyújthatsz mindig maximumot, néha te is látsz gyenge. A sport hatalmas tudás. Segíts azoknak, akik a segítséget kérik és szükségük van rád. Sose felejtsd el azokat, akik segítettek neked, tanítottak, támogattak. A sport jótékony hatással van az immunrendszerre, a vérnyomásra, megelőzi a csontritkulást, a gerincbántalmakat, a cukorbetegséget, és még sorolhatnánk. A sport endorfin hormont, azaz boldogsághormont szabadít fel a szervezetben. Ettől egyrészt kiegyensúlyozottabbnak érezzük magunkat, másrészt a fájdalomérzékelés is csökken, ezáltal könnyebben viseljük az esetleges betegségeket, javul az életminőségünk. A sport jótékony hatással van a szexuális életre. A golf és a szex az a két dolog, amit akkor is élvezel, ha nem vagy jó benne. Edzés közben nem telefonozunk. Sportosnak lenni szexi. Gondoljunk csak a filmekre. A strandon azonban nincs Photoshop. A sport a civilizáció kezdete óta kiemelkedő szerepet játszik az emberiség történetében, nem véletlenül. Ezt a történetet te is örökbítheted. A sport meghatározott célú mindennapos tevékenység a mindennapoktól különböző környezetben. Célja a testedzés, versenyzés, szórakozás, eredmények elérése, képességek fejlesztése.
Legyünk ezzel tisztában. Az edzés kulcsa a rendszeresség. Ha belevágsz, csináld is végig. Csak akkor vágj bele, ha végig csinálod. Ha szeretnél még hasonló videókat látni, fel kell iratkoznod a The Sportaholic csatornájára. Ami engem illet, a sport a jövőképem elképzelhetetlen része. Szeretnék atletikus, sportos izomzatot felépíteni, esetleg nyitni egy konditermet egy jól menő ügyvédi iroda mellett. Videózni, megosztani a tapasztalataim, élményeim, sokat-sokat küzdeni, és aztán kielvezni a megérdemelt pihenést. One day, vagy day one. Rajtad múlik. Te melyiket választod?